gyerek voltam itt, és akkor a mester Csank János játékos Simonattal most egymás ellen edzői padon. Először is hogyan került ide a Vírmaton? Azt látom, hogy edzőtábor. Itt ütött a Farasától fejed a csapat. Igen, most a koronaszámon vagyunk, és több ilyen északi mérkőzést is végrehajtunk. Jutunk le, hiszen Dunántúlon vagyunk általában. Ez a csapat ott van, tehát nem ismer ennyi a keleti régió. És a lényeg, hogy jöjjünk ide egy kicsit. Mert hát itt van két NB1-es csapat, és hiszen a Diógia is játszunk a Eger mellett, és amellett hát a ide a Szolnokra játszottunk, most Putnokkal is fogunk játszani a mezőkövetbe is, és egy kicsit sok mérkőzésünk lesz, gondolom, hogy fáradtak lesznek, és hát ezért is, mondom, ez volt az elsősorban, hogy a keleti csoporttal is megkedjük 22 NB1-es csapattal, meg eljöjjünk egy kicsit a csapatépítő variációra is, tehát eljöttünk, és így a csütörtökig vagyunk. Hát tudom, hogy ez a város milyen, tudtam, hogy tetszeni fog nekik, meg változatosan, de kicsit így a felkészülés. Azt lehet látni itt az igazolások alapján, hogy komoly terveket szövegetnek a Gyirmuknál. Csupa-csupa NB1-es csapatból érkező játékos. Akkor kimondhatjuk, hogy jövőre mondjuk két győri csapat? Hát az a cél persze, hát ki nem tudjuk mondani, de szeretnénk nagyon, sőt, hát inkább akarjuk, ez a helyesebb kifejezés. Ezek a játékosok profitbalisták korábban is voltak már itt NB1-esek, hiszen egy olyan klub, ez ahol a tulajdonosok komolyan veszik a futballt, amellett nem csak a követelnek, hanem fizetnek is, és az alaphelyzet, hogy nincs elmaradás. Ez a játékosoknak nagyon vonzó, a stadion előbb-utóbb jó lesz, NB1-re is, sok mindenben már NB1-es, a feltételező edzőpályát is most épülnek, és pályán is csináljuk, ha sikerül főkén, ha 1500-2000 ember biztos, hogy meg fog jelenni a győriek. Én szeretik annyira futballt, sőt, miután itt győri kötődési játékosokat is próbálunk ki, de volt Orostók, egy regedei, már játszottak itt, de a többiek között is van olyan erős, például sorolhatnám itt a játékosokat. Tehát ez a cél egyébként, hogy visszacsávítsuk ide azokat, akik első ligás futballisták, és már úgy gondolják, hogy szeretnének hazafelé is jönni, vagy fiatalok, és innen akarnak robbantani. Tehát ez a cél, és hogyha ez sikerül, akkor szerintem még közelebbinek érzi magához a Győr majd ezt a csapatot, mint adott esetben a szerb régi volt a kicsit jó játékosokból álló Győr csapatát. Vélemény erről a meccsről? Ugye menetből, hiszen előző nap Szolnok, aztán most itt az Eger. Igen, hát az Eger is tegnap is játszott Szegléden, gondolom ők is itt első félidőben látom, hogy variáltak próbajátékosok is vannak, bár én nem tudom most, hogy ki a próba, vagy kit igazoltak még le, de hát azt hiszem két magyar volt csak a csapatban. Úgyhogy biztos, hogy szervezik. Hát azt hittem egy kicsit előrébb tartanak, tehát amikor beálltak, akkor jobb, de hát ugyanakkor tudom, hogy ez egy edzőmérkőzés, ezt ebből nem lehet messze, hogy a következést kell levonni. Nekünk sem érdekes, úgy inkább hangulatában ez. Nekünk még a taktikai részét a meccsetnek. Lassabban játszunk még, mint kéne, de úgy kialakul az, lehet látni, kik azok, akik nem csak névrendegyesek, hanem egyébként is, és ennek fényében, hogy mondani szokták, lesz majd meg az, hogy milyen hadrendeket alkalmazunk, és kik lesznek azok, akik a szűk meccsekre a szűk keretet, illetve hát mondom, hogy utána többen vagyunk, úgy látom, hogy lehet majd cserégetni a csapaton belül is, meg a kereten belül is. Köszönöm szépen!